Kell. Úgy tűnt, így érzi jól magát. Megbotránkozik? Nem kifejezetten. Csak meglepődtem. Nem szoktam hozzá, hogy így lássam őt. Mindig hálóruhában fogadott, fésületlenül. Maga csak most ismeri meg az igazi Joannát. Joanna Cavalcanti különleges, exotikus. Az erős színeket kedveli, ami kiemelik az arcórásokat. Tudja, hogy nagyon sokat számított, hogy részt vett azon a vacsorán? Szerintem tipikusan női vacsora volt. Erről van szó. Pontosan erről. Joanna végre olyan lett, amilyen mindig is volt. Joanna Cavalcanti újra vállalja igazi személyiségét. Ami kissé talán túlzott, de valódi. Jó, de mit jelent ez a számunkra, doktor? Azt, Rozália, hogy Joanna gyógyultnak tekinthető, és most el kell kezdenünk kifaggatni, hogy segítsen. Gondolja, hogy válaszolna a kérdéseinkre? Meg kell próbálnunk, Rozália. Vállalná? Megpróbálná kiszedni Joannából mindazt, amit tudhat Barbaráról? Igen, megteszem. Nem ez volt a kedvenc színed, Francisco? Tudod, néhány dologra nem emlékszem már. De biztos vagyok benne, hogy a legfontosabbakat nem felejtettem el. Miért csinálod? Te nem ilyen voltál. A testvéred Joanna volt ilyen. Mit nem mondasz, Francisco? Talán nem te változtattál Joannává. Kétségtelenül. De most már magadnál vagy. Meggyógyultál. Olyannak kellene lenned, amilyen voltál. Finom, édes lánynak, nem közönségesnek, mint Joanna. Teljes igazságot. Miféle igazságot akar maga helyreállítani? Mindent. A teljes igazságot, doktor úr. Barbara? Itt nem róla van szó. Ez az ügy vele együtt meghalt. Már sok ideje. Nem Barbaráról akarok beszélni, hanem a mostani feleségemről. Senyora Rozália de Montserratról. Rozáliának semmi köze a mi ügyünkhöz, Montserrat. Ne legyen hazug, doktor Ramos. Ne legyen arcátlan. Thank you.
Olvassa, Dr. Ramos. Ez meg mi? Bizonyíték arra, hogy Señora Rosaria de Montserrat igenis benne van az ügyeinkben. Bizonyíték arra, hogy ön felhasználta a céljaira habozás nélkül. Beszéljen világosan! Ha elolvast ezt a nyilatkozatot, doktor úr, remélem lesz önben annyi méltóság, emberség és becsület, hogy elmondja az igazat Señora de Montserratnak. Azt akarom, hogy maga mondja el Señora de Montserratnak, hogy nekem köszönheti a kiszabadulását. Én hoztam ki a börtönből, anarchista úr, és akár akarja, akár nem, elmondja ezt az én kis feleségemnek. Tudom én jól, miért vágnak ilyen képet. Milyen képet? Nem értünk semmit az egészből. Nagyon jól tudják. Nos, én nem tudtam. Nem voltam képes elbocsájtani Bodokét, és kész. Nem is vártunk egyebet, kedves apám. Elbocsátani Bodokét? Ez őrültség. Hát ez az. Ez esztelenség. Hallani sem akarunk erről többet, nem igaz, kislányom? De szóra sem érdemes. Azért kell elbocsátani Bodokét, mert Tuniká megverte Paulát. Helyén való ez, papa? Az hát, fiam. Mama, kérem szépen a vajat. Tessék, kislányom. Hát igen. Nélúnak igaza van. Én nem akartam ilyen bolondságot elkövetni. Mondtam már, hogy nem akarunk beszélni erről az ügyről. Tárni a bizonyítékot, hogy ő szabadított ki a börtönből. Ez csak színjáték. Sajnos nem az. Ez a gazember az igazat mondja. Olvasd csak. Ez egy nyilatkozat. Azt állítja, hogy Montserrat járt közben, hogy kiszabaduljon. És amit Danilo mondott, hogy azért engedték ki a rabokat, hogy a kormányt ne vádolhassák politikai foglyok bebörtönzésével? Danilót becsapták, vagy rosszul informálták. Az ördögbe, hogy pont Montserrat szabadított ki. Ez túlságosan megalázó. Nyugodjon meg, Ramos. A lényeg az, hogy kijutott az átkozott rácsok mögül. Ez megnehezíti a dolgot. Hogy érti ezt? Miért? Mert most úgy érzi, adós a Montserratnak. Abba fogja hagyni a kutatást anyám után? Nem, az soha. Megtaláljuk Barbarát. De akkor nem értem. Mindez mocskos. Nagyon mocskos, Adriano. Ramos, pihenjen egy kicsit. Utána majd beszélünk. A lényeg az, hogy életben van. Vajon miért ereszkedett hirtelen ez a csönd a parókiámra? Mi? Semmi. Tengeri fürdésről beszélgettünk. A fürdés. Igen. Értem. És talán arról is, hogy szeretnétek ti is tengeri fürdőt venni? Nos, Inácio bácsi, Rogério felvetette ezt az ötletet, és mi beszélgettünk róla. Hát, ha a véleményemet kéritek... Atyám valószínűleg ellenzi. Ellenkezőleg jó ötlet. Épp testben, épp lélek. A testet is művelni kell, nem csak a lelket. Én is pont ezt mondom. Emellett a tengervíznek nagy gyógyhatása is van.
Hogy van, Donna Joana? Berenice elmondta, hogy nem érezte jól magát. Most már jól vagyok, Rozália. Rozália? Akkor hát felismert engem, ugye? Igen. Most sokkal tisztábban látom a dolgokat. Sokkal jobban, Rozália. Örülök. Akkor talán segíthetne nekem. Nem, ne ijedjen meg. Csak szeretnék tudni valamiről. Miről? Miről? Milyen volt a testvére? Nézze, Donna Joana, én nem akarom kényszeríteni, ha nem kész arra, hogy beszéljen erről. Mit szeretne tudni róla? Milyen volt Donna Barbara? Barbara olyan... Nem tudom, Rozália. Nem könnyű beszélni róla, Barbaráról, a testvéremről. Emlékszik rá, mi történt vele? Emlékszem. Nagyon jó. Asszonyom, meg tudnám mondani, hogy halt meg Donna Barbara? Barbara sokban különbözött tőlem. Más ízlése volt. Más életet élt. Tartózkodó. Azt hiszem, sokszor elítélte magában azt, ahogy én éltem. Ő inkább nyugodt volt, és hallgatag. És aztán mi történt vele? Igazából mi ketten. Rozália! Rozália! Jól van, Beré, minden rendben. Csak beszélgettem Donna Joana. Annyit kértem önt. Könyörögtem, hogy ne jöjjön fel ide. Nem tettem rosszat, ugye? Az a helyzet, hogy Donna Joana még nem gyógyul fel teljesen. És ez a nagy sietség mindent romba dönthet, lányom. Csak beszélgettünk. Kérem. Jól van. Elmegyek. Megmondaná, hogy jött ide? Beré, nekem ugyanúgy megvannak a magam titkai, mint önnek. Engedelmükkel. Nem gyanakszik semmire. Szent Isten! Micsoda helyzet! Nyugalom, Berenice. Nagyon jól színleltem. És ő Joannával beszélgetett. Nem jöhetett rá. Adja Isten! Adja Isten! Até mesmo Deus duvida. Já curou desenganados. A szinkron a Videóvok Stúdió Kft-ben készült. Magyar szöveg Madarász Nóra, hangmérnök Zombori László, vágó Talpas Iván, gyártásvezető Pálinkó Mária, szinkronrendező Tomasevic Zorka. Fényképezte Paulo Mauro.